Hello, Megfenemi Márk vagyok, és üdvözlöm Önöket a Garden Fitness bevezető edzésén, ahol megmutatom, hogy hogyan lehet a kertjüket szépíteni, és közben a testüket építeni. Kezdjük akkor egy laza hopp-and-crop gyakorlattal. Vállszélességnél egy picit szélesebb a terpesz. A térdeink a lábfej irányába néznek, egyenes a hát, zárt a könyök, súlypont a sarkunkon, legugolunk, combjaink a vízszintesnél egy kicsit lejjebb mennek, és följövünk, kinyúlunk, és metsz! Megint le, picit arrébb léphetünk, megint föl. Dolgozik a farizom, a comb, a váll, a triceps. És közben szépen bemelegszünk a következő gyakorlatokhoz. Ez az. Egy úgynevezett plank gyakorlat következik, amivel az egész testünket át fogjuk mozgatni, a combizmainkat, a farizmunkat, a kórizmainkat, a válizmunkat, a tricepsünket, és mindezt egy metszőoló segítségével. A fekvő támasz kiinduló pozíciójával indulunk, szépen egyenesen tartjuk a hátunkat, összeszorítjuk a fenekünket, beforgatjuk a csípőnket, nem lógatjuk, nem toljuk ki, nem púposítjuk, hanem egyenes, kézbe vesszük a metszőollót, széles terpesz, előre nyúlunk, lemetszünk egy fűszálat, keresztezzük a kezünket, zárjuk a lábunkat, újra nyitunk, megint kinyúlunk, megint zárunk, és megint arrébb megyünk. Tudom, hogy égnek a hasizmok, de néhány méter után vegyük át a másik kezünkbe a metszőollót, és jöhet a másik irány. Nem adjuk föl, nem pihenünk, csak néhány méter. Most pedig egy nagyon alapvető kerti tevékenység következik, a fűrészelés, ami azonban nem csak a kertnek hasznos, hanem a testet is szépíti, erősíti a hasunkat, a hát lapocka közti izmait, a vállunkat, a bicepsünket, sőt, még a tricepsünket is. Egyik kezünkkel biztosan letámaszkodunk, a vállunk egy vonalban van, a kezünket előre nyújtjuk. Fontos, hogy csak könyökből dolgozunk, nem fordul ki a test így, hanem szépen egyenletesen végezzük a munkát. Egyenletes mozdulatokat, nem rángatjuk a fűrészt, hanem szépen végigvisszük a mozdulatot. Így, né. Dolgozzanak az izmok, még a tricepsünk és a támaszkodó karunk jó voltából. Nem baj, ha megizzadunk. Gondoljunk arra, hogy mennyi fűzifánk lesz a télen, és milyen izmosak leszünk. Nagyon hamar érezni fogjuk, hogy szépen ég a karunk, ég az ég. Ha elég éles a fűrész, meg fogják látni, meglepően gyorsan haladnak. És ha már fát aprítunk, ne csak a fűrész dolgozzon, hanem a jó öreg balta is kezdődhet a favágás. Oldalt állunk a tuskónak, szép nagy terpeszben, támasztó lábunk egy kicsit előrébb, felemeljük a baltát, ráfordulunk, és innen csapunk le rá. Eközben dolgozik minden, a hát alsó tájéka, a derék, a váll és még a farizmok is. Tehát még egyszer, és... Ezt a gyakorlatot is végezzük el a másik oldalra is. Kinyújtjuk a baltát a fejünk fölé, és úgy csapunk le. Visszanyújtott kar, és így. Gyerünk! Legalább 20-at! Levezetésként pedig jöhet egy kis könnyed ásás, válasszunk valami puha földet, mondjuk a veteményes kertbe. Mozgassuk át a földet is, magunkat is, nyugodtan rázogassuk át magunkat. Forgassuk át a derekunkat. A lényeg az, hogy kellemesen elfáradjunk, és az, hogy legközelebb is velem tartsanak, mert egy kertben mindig van mit csinálni.